Az Európai Bizottság elnöke egy 14 pontból álló tervet ismertetett az Európai Uniós országok vezetőivel Pozsonyban. A német kancellár pedig arról beszélt, hogy az Európai Unió kritikus helyzetben van. A csúcson többek között a britek kilépése utáni unióról, a menekült kérdésről és a biztonsági kihívásokról egyeztetnek az állam és kormányfő. A kihívások kezelésére fél évet adnak maguknak az európai vezetők. A pozsonyi vár gyönyörű panorámája fogadja a sorra érkező uniós tagállamok vezetőit. A 28 tagállamból azonban már csak 27-en vesznek részt az unió jövőjéről szóló csúcson. A kilépésre készülő briteket már nem hívták meg. A francia elnök érkezésekor arról beszélt, hogy Európának új impulzusra van szüksége. Három egyszerű témát szeretnénk érinteni, hogy az emberek visszanyerjék az európai projektbe vetett bizalmukat. Az első a védelem, ami a biztonságot jelenti. A második a jövőre való felkészülés, hogy a világgazdaságban is nagy hatalmak legyünk és munkahelyeket tudjunk teremteni. Végül pedig reményt szeretnénk adni a fiataloknak. Ez a pozsonyi tervünk, vázolta fel François Hollande. A napirendben helyet kap majd az unió belső és külső biztonságának megerősítése, ezen belül a terrorizmus elleni küzdelem és a védelmi együttműködés. Szó lesz a gazdasági növekedésről, valamint a digitális belső piac megerősítéséről is. A találkozó hangulatát jól tükrözi Angela Merkel kijelentése, szerinte ugyanis kritikus helyzetben van az unió. Fontos, hogy ne egyetlen csúcstól várjuk a megoldást Európa problémáira, ugyanis kritikus helyzetben vagyunk. Inkább cselekedeteinken keresztül mutassuk meg, hogy vannak területek, ahol tudunk fejlődni, mondta a német kancellár. A visegrádi négyek konkrét javaslattal állnak elő a migráció kérdésében, az úgynevezett rugalmas szolidaritás elvét fogják bemutatni Pozsonyban. A javaslat szerint a menekültek befogadásánál figyelembe kéne venni a tagországok gazdasági fejlettségét is. Az országok így szabadon dönthetnének részvételük formájáról a migrációs politikában. A kormány és államfők 6 hónapot adnak maguknak a kitűzött célok elérésére. A pozsonyi folyamat elnevezésű akcióterv ennek megfelelően 2 újabb informális találkozóval folytatódik majd. Decemberben egy Valettában megrendezett csúccsal, majd az elképzelések szerint márciusban egy római találkozóval.